Hello mindenkinek az élőadásból. Most következik az interjúpótlása, ami pénteken technikai okok miatt elmaradt. Megvárjuk természetesen, amíg mindenki összegyűlik, és addig műsorvezető társam köszönti majd a nézőket, és hát mögöttem láthatjátok majd a díszítést is. Várunk egy kicsit, amíg összegyűlünk, és aztán fogja a műsorvezető társam köszönteni az egybegyűlt nézőket. De az is lehet, hogy a beszélgetés során többször is fogja a nézőtársam, vagy hát a műsorvezetőtársam, nézőtársam, a műsorvezetőtársam többször is fogja a nagy érdeműt köszönteni. Meglátjuk, ugye, hogy most a technikai nehézségek szintén felmerülnek-e, vagy pedig sikerül most elindítanunk a beszélgetést, de ahogy lassan gyűlünk, műsorvezető társam már köszönni is szeretne. Ho-ho-ho-ho-ho. Nagyon jó hangzik. Ő Papa Noel, akiről beszéltem egyébként, tehát Spanyolországban ő a télapó. Ugye látjátok, a kezében egy térkép van és egy iránytű, ami észak felé mutat, tehát keresi az utat az északi sarkra, sí botok vannak nála, és egy kis puttony tele ajándékokkal. És cipellő. Nem az a szokásos fehér-piros kaftán, hanem ez a kis sipka. Ilyen barna kaftán. Tehát ő Papa Noel. Mögöttem pedig, ami látható, a dekoráció. Ezt megmutatom nektek, ezt felcsiptettem. Képzeljétek el, kiderült, hogy ami tegnap érkezett, és amiről azt hittem, hogy anyu egy karácsonyi telítőt küldött, az egy függöny. Karácsonyi függöny. Na, de próbáljuk meg akkor létrehozni megint ezt a kapcsolatot. Meg vendégünket, és ha minden igaz, akkor talán elképzelhető, hogy ezúttal működni is fog a dolog. És megkezdhetjük az interjút. Látom, valaki boldog névnapot kíván, de nincs névnapom. A Mike az Mihály, tehát nincs Miklós nap. Másnak, nekem nem. Közben elindult a meghívás. Lássuk, hogy sikerül-e. Csolódik. És elsőre sikerül. Szia! Sziasztok! Szép jó estét kívánok mindenkinek. Csináljunk egy próbát. Te most hallasz engem? Jó a mikrofon? Igen, tökéletes. Én nem vagyok túl hangos, vagy halk? Nem, szerintem jó. Te is láttad a díszítést? Nézd meg öttem. Igen, gyönyörű, igen. Kiderült, hogy a tegnapi csomagban az, amiről én azt hittem, hogy és hát Papa Noel itt van velem, Papa Noel neked is köszön. Oké, valaki... jó. Mindenki hall, mert valaki írta, hogy nincs hang. Szerintem van hang. Van hang. Van hang, jó. Írja mindenki, hogy van hang. Szuper. Jó. Te tudtad, hogy Spanyolországban Papa Noelnek hívják a télapót? Így konkrétan nem néztem még utána, pedig a kisfiam miatt illet volna. De mi ugye tartjuk a magyar hagyományokat, tehát a magyar szerint. Ugye Londonból költöztünk ide, úgyhogy ilyen kicsit kevert ünnepsorozatokat. Kezdjük egy bemutatkozással, mert igen, egész mostanáig igen. Titkoltunk, úgyhogy akkor mutatkozz be, hogy mindenki tudja, hogy kivel is készül az interjú. Florián Gabriella vagyok, Nagyváradról, Erdélyből származom. Egyelőre ennyi elég. A többi részletet, tehát azt majd egy később fogjuk... Na várjál, közben a kommentelők azt írják, hogy egy pillanatra elhalkult, és aztán megjavult újra a hang. Na most ezt mondom mindenkinek, hogy a Facebook ismét technikai bravúról tett tanúbizonyságot. Tehát amikor a kapcsolódás létrejön, néhány pillanatra a hang mind a két oldalon elhalkul, de aztán ez megjavult. Tehát ez ilyen köszönjük Facebook dolog az egész. Na nézzük. Ugye most a pénteki elmaradt interjút próbáljuk bepótolni, de a kérdések ugyanazok. Te is most, mint minden nézőtől megkérdezem, hogy mi tetszik az oldalon? Mit gondolsz? Egyáltalán hogy találtál meg? Kezdjük ezzel. Hát amikor Alicantéba költöztem, ugye előtte indíthattad valahogy az élő ideget. Mikor költöztél? Én augusztus végén. Augusztus 17-én indult az oldal. Na, 25-dik,
Igen, 25-én jöttem, és hát ugye kerestem itt a fórumokat, meg ami kérdésem volt, mindig feltettem az aktuális csoportba, és egyszer csak fölbukkant a tiéd, és pont főztél, és mondom, hála a jó Istennek, rögtön magyarul valami főzős, helyi, hát mondom, ezt nekem találták ki, és akkor elkezdtelek nézni, és láttam, hogy itt azért nem csak főzésről, sőt, nem főzésről van itt szó, és mivel hát ugye egy tartományban lakunk, ezért adta magát, hogy követlek, hogy hát ha valami olyan információ is a birtokomba jut, ami hasznos. Most a hasznos információkat leszámítva, valami szórakoztató tartalma is van az oldalnak? Nem, hát természetesen. Nincs, nem. Nem, nem úgy érte, hogy nem csak... Nem az csak igazságot azért. Már kimondtad, nem. Szóval én szeretem azt, hogyha valami érdekes témákat hoztál föl, és én például nagyon szerettem a felolvasásaidat. A felolvasások lassan igen. Áldozatul esnek a közönség igényeinek. Ma most azt találtam ki, ez egy teljesen új terv, hogy ez a vasárnap délutáni zenebutik lesz. Ez is ma, jó. Most lement négy rész, tehát ugye a terv az, hogy fél óránként egy-egy zenét beteszek, de ez teljesen egészében ilyen szubjektív, tehát amit én választok, ami nekem tetszik. Azért, mert vasárnap délutánonként én is szoktam unatkozni, most te biztos a gyerekkel nem unatkozol, ti nem tudom, majd elmeséled, mit csináltok. Ti más csináltok vasárnap délutánonként, de arra gondoltam, vasárnap délután mit csinál az ember? Ebédidő, kicsit fekszik, milyen jó egy kis nosztalgia, egy kis zenehallgatás. Úgyhogy mi volt ma? Várjatok, volt Kovács Kati, volt Szűcs Judit, volt Szécsi Pál, és volt Hungária, a Hungária kedvencem. Ez hogy tetszett? Ezeket láttad-e? Nem, mert mi ilyenkor nagymamázunk. Tehát ilyenkor mi nagymamázunk. Anyukám, ma együtt ebédelünk mindig, mert a fiam kívánsága. És most utána meg az apai nagymamával, mielőtt téged hívtalak, már úgy kellett mondani, kisfiam, ezt letesszük, kikapcsoljuk, és nekünk ilyenkor a nagyszülők a program. Mert ez jó már program. Régó, mert mindig össze vagyunk. Én próbáltam ilyen karácsonyi inget venni, tehát ilyen piros. Rajtad mi van? Te is karácsony? Rajtam, de karácsony, hát, télapó, már hülyeséget beszél. Télapó? Hát olyan nincs. Próbáltam valami pirosat keresni, de mind nagyon rövidújas, úgyhogy inkább azt nem vállaltam be, nem. Van-e nálatok valamilyen díszítés már? Nem mertem bekapcsolni, ide feltettem egy girlandot, meg egy színest, a kisfiam szobájában van. Nem nagyon akarom elkapkodni, mert ugye Angliában nagyon elkezdik korán, tehát december 1-én már minden full pompázik, és én tehát a köztest, tehát úgy együtt szoktuk. Igen, valami hasonló, amilyen kis. És ennyi, tehát ilyen lilám. De működik ez. Ja, igen. Hát ott igen. Kikapcsolom, bekapcsolom, ez ilyen lilám világít, tehát ez... De várj, most ezt meg fogom levenni magamról, remélem nem... Jó, tehát ennyi. Jó, tehát a lényeg az, hogy Angliából költöztél Alicantéba, egyedül? Hát a családostól terveztük, de ugye ez a jelenlegi mizéria, ez felborította a mi terveinket. Jövőre terveztük volna, és itt voltunk nyáron, júliusban 21 napot, visszarepültünk Londonba, és a férjem azt mondta, jó, akkor most költözünk, és két hét alatt összecsomagoltunk, és még az utolsó gépek egyikével elröpültünk ide költöztünk, ő meg még maradt Londonba egy darabig, úgyhogy most kettecskén a fiammal, hogy az iskolát időben itt tudja kezdeni az elsőt. Úgyhogy... Mindenkiben felmerül a kérdés. Akarom mondani a nézőknek, hogy készüljetek a kérdésekkel, körülbelül lesz egy fél óra beszélgetés, és akkor utána a másik fél óra pedig a kérdésekre. Miért éppen Spanyolország? Én mindenképpen mediterrán országba akartam költözni, így 9 év London után. Én nem bírom a hideget. Én nem Milyen bírom. Ott az eső? Hogy esik? Hányféle szó van rá? Hát nem tudom. Tehát ez a drizzling, ez a apró köc, tehát kinézel, nem... Igen, kinézel, nem esik, de kimész, és olyan, mint egy vízfüggöny így... Igen. Tehát minden vizes lesz azonnal. És szürke. Igen, szürke egy hétig, kettőig, hideg, pára. Sok szép élményem van, de az időjárás nem tartozik ezek közé.
Milyenek most, hogy már van? Volt valamilyen korábbi összehasonlítás a Spanyolországra, vagy csak eljöttetek a nyáron körülnézni, és egyből döntöttetek? Nem, mi már 6 vagy 7 éve rendszeresen úgy járunk Spanyolországba nyaralni. Kezdtük a Kanári-szigetekkel, nekünk az volt egy álmunk, és úgy mentünk végig a szigeteken, hogy már úgy néztük, hogy hol lehetne a legjobban, tehát élhetési szempontból. Tehát az első És terv a Kanári-szigetek volt. Kanári-szigetek voltak, igen. És akkor, mikor végigjártuk az 5 nagyobb szigetet, akkor először is nem tudtunk a férjemmel megegyezni, melyik az a sziget, de ez lett volna a legkevesebb. És akkor elkezdtük nézni az egyetem, főiskola a gyereknek, azt, hogy a családtagok hogy tudnak, ugye az elég költséges Magyarországról, messze is van. És akkor mondtam, jó, maradjunk a kontinensen. És az egyik ismerősöm elköltözött Egyik sziget Valenciába. után a másik szigetre elköltözni már problémás lett volna. Ugye most már sziget lakóként Igen. tudtad, hogy ha áru jön, ha Igen. kocsival kell menni valahová, ugye Igen. ott Dover és Calais között viszonylag kicsi a Igen. távolság. Igen. Kanári-szigetek egy kicsit, majd lent van Marokkónál. Tehát azt hiszem, hogy Igen. Alicante és Kanári-szigetek távolsága az nagyobb, mint innen Magyarország. Tehát igazából messzebb van, mint Igen, Magyarországra azon messzebb, menni. igen. Igen, és ugye az utazás is jóval, jóval hosszabb repülővel, meg nagyon költséges, Tehát tehát. eljöttetek nyáron, és egyből úgy döntöttetek, hogy lakást vesztek? Letelepedtek? Tehát véglegesen. Nem, mi körbe mentünk, és mikor az ismerős Valenciába vett ingatlant, és ő ide költözött, ez 2 éve volt, 3 éve volt, akkor mi eljöttünk erre a tartományra. És mi is, és Alicantét szúrtam ki magamnak, előtte nem is tudtam, hogy létezik ilyen város, és kiszúrtam magamnak, és nagyon megfogott a tengerpartja, a hegy, vagy hegy is, tengerpart is, pálmafa is, mondtam, jó, ezt ide jövünk. És akkor eljöttünk ide, Az meglátogattuk domb. őket Valenciában. Az domb. Van az a Igen. film, hogy az angol, aki a hegyre ment fel, és a dombról jött le, tehát ebben ugye Itt nincs lesz, kérdés a igen. vita, mert ez kevesebb, mint 600 Itt méter, azt hiszem kicsit. bőven. A Santa Barbara kastélyról beszélsz, igaz? Tehát Igen, de körülötte azért már ott akadnak. Kisebb. Igen, inkább felénkre Igen. vannak, ott már inkább Igen, csökken. igen, igen. Igen. És ez nagyon megtetszett, és 2 éve, mikor eljöttünk nyaralni, akkor már úgy jöttünk el nyaralni, hogy ingatlanokat is néztünk. És úgy mentünk haza, hogy egyet már le is foglaloztunk, és elindítottuk a procedúrát. Úgyhogy nekünk 2 éve van itt ingatlanunk, a költözés csak most történt. Hogy látod összehasonlításban mondjuk az angliai, azon belül is a London ingatlanárakat és az itteni ingatlanárakat. Tehát azt hasonlítsuk össze, hogy ugye London azért egy világváros, de mégiscsak egy koszos, zsúfolt, állandóan eső. Alicante az kvázi egy tartományi főváros, de azért mégis jelentősen kisebb, tehát kb. Igen, olyan, igen. olyan 250 ezer az agglomerációval együtt, mondjuk egy olyan 400 ezer emberről beszélünk, igen. viszont tengerpart, pálmafák, stb. Tehát ez az összehasonlítás hogy jött ki árügyileg, és hogy jött ki a ti perspektívátokban, tehát mennyire, mi számított fontos dolognak, amikor ezt választottátok? Hát London nagyon drága, mind a közlekedés, mind az ingatlan. Tehát drága, drága. Tehát, mondjuk egy olyan lakás, amiben most laksz, nem kell megmondani az árát, az hányszor kerül többe Londonba? Akármelyik inkább kerületben. Igen, nem tudom, mert ugye most át is kéne váltsam. Tehát azt mondom, hogy 150 ezer fontért vettük a lakásunkat Londonba, és az egy 48 négyzetméteres ingatlan, de olyan, hogy saját kertünk van. Hát átszámítva, az jó körülbelül környéken. Olyan 170 ezer euró lehet, szerintem annyiból itt hármat lehet venni. De ez volt, de mi azt rég vettük. Tehát Jari. Most, igen, tehát a mostani ára az 300 ezer font. Akkor nagyon sokat lehet annyiból itt venni, tudom. Tehát egy igen. átlag lakást mondjuk simán megvan 60 ezerből itt, most nem tudom, nem 60, kell mondanod, hogy igen, ennyi. 60, 6, igen, 6, ez egy 68 négyzetméteres háromszobás. Ugye nincs kert, nincs saját kis privát, ami ugye mi megszokt, főleg gyerekkel, de ugye itt nem számít, mert ha nincsen ilyen vírus, már pedig nagyon reméljük, hogy nem lesz. Sokáig, vagy hát másképp, ugye akkor a parkok, meg pikpak lemész, tengerpart, tehát kirándulni, tehát aktív. A gyerek hány éves? 6. 6. És azért... Most, hogy eljöttetek, akkor gyakorlatilag a magyar időszámítás szerint most menne iskolába, igaz? Angliában járt akkor már, valahova? Már óvodába, előkészítőbe?
Úgy van, hogy Angliába, az óvodába, bölcsődébe én beraktam 2,5 évesen, és direkt spanyol-angol óvodát választottunk. Tehát akkor már És az tanult iskola... spanyolul? Igen. Van Angliában spanyol óvoda? Spanyol nyelvű. Igen, persze. Fantasztikus, fantasztikus. Ennél már csak az Igen. Egyesült Államok a jobban, még az egyharmada már amúgy is spanyol ajkú. Tehát ha egyszer Igen, elköltözök, akkor lehet. legalább angolul, spanyolul tudni, az mindig jó az egész világon, nem? Igen. És akkor az közel is volt hozzánk, és én azt az óvod, mert nagyon drága az óvoda. Az én egész havi fizetésem nem lett volna elég a fiam óvodájára. Még a férjeméből kellett volna elvenni az én úti költségemre, ha dolgozni járok, plusz még a gyerekhez egy olyan 100 fontot. Csak... Mit szól a gyerek az itteni körülményekhez? Tehát ugye ott már volt egy tapasztalata a közösséggel, gondolom ott is gyerekek között volt, most itt megint gyerekek között van. Ő a gyerek szemével hogy látja a különbséget? Egy pillanat, csak még annyit mondok, hogy ott Jó. négy évesen kezdik az iskolát, Négy. mondom, tehát Anglia 4, de mivel a fiam évvesztes egy nappal, ezért ő 5 évesen kezdte, tehát ő tavaly csak 1 évet járt Ha van egy év iskolába. tapasztalata. Igen, és ugye ott is spanyol tanult, ott is ugyanúgy olyat választottunk. És És akkor itt? akkor itt, hát mikor mi ide jöttünk, sose akart hazamenni. Mindig azt mondta, amikor visszamentünk, hogy anya, itt hideg van. Anya, itt nincs pálmafa. Hiába nekünk is közel van Londonhoz, Most idézőjelben Angliáról ugye. beszélsz, hogy oda Igen, nem akart igen, igen, hazamenni. igen, igen. Mindig összehasonlította, hogy itt milyen jó. És hiába ott van a tenger, óceánpart, de ugye azt nem lehet élvezni Brightonba, ha lemegyünk, mert hiába 1 óra, mert olyan hideg a víz nyáron is, hogy 17-18 fokos, hát belefagysz. Hiába van 25 fok, 28 fok, 30, belefagysz. Tudom, én is Úgyhogy. voltam Brightonban. Nekem Eastbourne a Igen. kedvencem egyébként. Ugye azt hiszem, hogy Eastbourne a legmelegebb része Angliának. És ott vannak Igen. pálmafák. Igen. A Hát parton. a mi szomszédunkban is Tehát van, nem fagy nem el. nagyok, Igen. nem nagyok, de ilyen kis Igen. 3-4 méteres pálmafák. Ugye itt ilyen 15 méteres pálmafák vannak, tehát más a kategória, Igen. de emlékszem, Igen. Eastbourne az valahogy melegebb volt még így januárban is. Na és hogy tetszik neki az iskola itt? Nagyon. Gyerek Képzeld szemmel, el, milyen? kerestem egy kicsi iskolát, ami itt van közel, és tényleg kicsire sikerült, mert 8 fő van az osztályban, ez Ez egy állami alapít. iskola? Nem, ez egy koncentráló, ez egy félig alapítványi, félig állami iskola, katolikus iskola, és azt figyeltem most, nem is arra mentem ki, hogy melyik a legjobb, hanem azt, hogy kevesen legyenek, hogy tudja felvenni azt a ritmust, mert ugye hát azért nem beszélt úgy, érteni értett sok mindent, meg szavakat, de nem beszélt. És mondtam, hogy amit ő tud írni, olvasni, egyébként magyarul is tud olvasni, írni, és angolul is. És akkor mondtam, hogy neki ez az 1 év arra elég lesz, sok figyelem jut rá, hogy azt a kis tudást, amit tud, csak átcserélje spanyolra. És én féltem egy kicsit tőle, de nagyon jól vette. Tehát Nem beszéd rettentő szempontjából ügyes. értettem, hanem így érzelmileg, hogy dolgozta fel azt, hogy most egy Érzelmileg teljesen másik ország. Tehát nem szimpatikusabb neki itt, érdekel. az itteni gyerekekkel jobban szeret játszani, mint az angol gyerekekkel? Hogy illeszkedik be jobban? Mivel nagyon nyitott és szeret barátkozni, így nem mondanám, hogy itt vagy ott vagy amott, egyszerűen nem érdekli. Ha valamit nem tud, mondja angolul, mondja magyarul, és nem érdekli, de Ő könnyen Angliában hajtom. született, ugye? Igen. Tehát akkor ő alapvetően abban a környezetben nőtt fel, ahhoz van hozzászokva. Tehát nem mondhatni azt, hogy magyar Igen. identitása van, vagy bármilyen. És mivel ugye sok nemzetiségűekkel járt, tehát a legjobb barátja az egy mexikói lengyel házasságból született kisfiú, Mexikói akkor lengyel, ez jó párosítás. mexikói apuka, lengyel anyuka, de rengeteg, vagy tényleg Gambia, Gán, tehát rengeteg indiai, tehát ez a multikulti, ez neki nem újdonság, és én ennek örülök, hogy Jó, nézzük a szülői részt. Tehát ugye ő, tehát egy 6 éves gyerek nem tudja még azt megítélni, hogy igazából talán még azt sem tudja felfogni, hogy egy másik országban van, egy másik helyen van. Lehet, hogy ezeket a különbségeket még nem érzékeli, de ti igen. Ennyi beszéd után már kiszárad a torkom. Innom kell. Most csak víz van bekészítve. Kedves nézők, egészségedre. nincs koktél. Nincs koktél. Tehát felnőtt szemmel milyen ez az egész Herce utca, átköltözni egy másik országba,
azonosítószámot szerezni, betegbiztosítást intézni, tehát ugye a spanyol bürokrácia, hogy tetszik? Egy szóval, egy szóval. Egy szóval. Kettővel hát is nagyon lehet. Igen, nagyon elszoktunk ettől a stílustól. Úgy veszem észre, hogy sok mindenben ilyen nagyon nyakatekert módon van minden. Ugye Angliában sokkal egyszerűbb minden. Itt nagyon. És ugye, mivel mi úgy terveztük, hogy jövőre jövünk, és addigra mi is egy kicsit a nyelvet megtanuljuk, ez ugye nem jött össze. Úgyhogy nekem várj, mindenhez segítség kell. Ez most nagyon érdekes. Sokan akarnak Angliából Spanyolországba költözni. Te, aki már ott élsz egy jó ideje, és ugye előtte New York, tehát az angol az megvolt korábban is, majd beszélünk New Yorkról is. Ha azt mondod, hogy angol tudással akarsz spanyolul tanulni, és azt mondják, hogy mind a kettő latin nyelv hasonlóságok között, te hogy ítéled meg? Könnyű a spanyolt megtanulni angol tudással? Én ugye Erdélyből származom, én tudok egy 10 éves gyerek szintjén románul is, ugye az is latin eredetű, és azzal jobban hasonlít a spanyol, mint az angollal. Ez a himnem, nőnem, ez a sírba tesz. Az engem is. De 30 éve beszélek angolul, de még mindig összekeverem időnként. Tehát az ösztönösen a magyar nyelv. Igen, és meg ez, hogy a tárgyaknak is van, ez így nagyon, de hát igyekszem, nem tudom, elkezdtem. Az ablak nőnemű, az ablak nőnemű, az ajtó himnemű. Tehát az egyikre ezt mondod, hogy el, a másik meg la. Ja, és nincs. És lehet még los. Lehet még los. Igen. Los elefantos. Kérdeztem, hogy hol a logika, én még nem találtam meg a nincs, logikát. Nincs. Így, aki nagyon spanyol, az már egy idő alatt egy zsigerből tudja, hogy itt én, angolul a hajó az nőnemű. Tehát mindig azért mondják például, hogy Her Majestic Ship, HMS. Vannak ilyenek, azt hiszem, hogy a kocsi az mi? Azt nem tudom, a kocsi az talán hímnemű. De a hajók nőneműek. A hajók az mindig her. Igen. És tehát az ügyintézést gyakorlatilag akkor úgy gondoltál, hogy egy esztóriát vettetek ti is igénybe. Tehát valakit, aki az egész Herce utcát elintézi. Igen. Mit látsz? Mondjad. Egyébként elég sok helyen, ha bemegyek, azért tehát a vizet el tudtam rendezni angolul telefonon is, tehát a villany dolgokat, az áramszámlát. Ami meglepő, hogy a bankokban nagyon kevesen beszélnek. Pedig ugye... Ez nem meglepő. Spanyolországban az egyetemeken... Hát Spanyolországban az egyetemeken ugyanúgy kell tanulni egy külföldi nyelvet, mint ahogy Magyarországon is van. Sokan választják az angolt. Nekem van olyan ismerősöm, aki bankban dolgozik, és még az Erasmus programot is, tehát ugye ezt az ösztöndíjat, amit én is csináltam, csak én Belgiumban, ő ezt Angliába teljesítette, tehát elvileg elég jónak kéne lennie az angoljának, és annyira töri, hogy amikor valaki azt mondja a Spanyolországban, hogy tud angolul, akkor yes sir, és ez így ennyibe kimerül. Nem. És ha nem tudom, megfigyelted, de ha angolul beszélnek, tehát ha angolul próbálnak beszélni, akkor is igazából spanyolul beszélnek. Tehát egyszerűen nem érted a kiejtésüket. Nem nagyon. És vicces, mert most járok a magántanárhoz, mert az állami iskolában nem fértem be a harmadik rostán se, mert olyan rossz a rendszer, hogy vagy nem működött a weboldal, ha működött, akkor arra már nem vett föl. Tehát rossz helyen vagy. Rossz helyen vagy. Itt, vidéken, falun, ahol én lakom. Ugye a nézők nem tudják, de elmondom, hogy köztünk kb. Egy 85 km különbség jó, van. Igen, tehát, 80. Tehát a tartomány délebbi részén laksz, én a tartomány északi részén lakom, ez az Alicante tartomány, az azonos nevű Alicante város, Alicante tartomány is, de mind a ketten, de az egész ugye Comunidad Valencián belül van még. Na most itt minden faluban, minden városban úgy van, hogy a külföldieknek minden szeptemberben ingyenes tanfolyam indul. Tehát egyszerűen nincs annyi jelentkező, hogy az egész beteljen, de ha van, akkor indítanak újat, meg újat, meg újat. Itt vannak olyan bankok, ahol már angolul van kiírva eleve a hirdetés is. Tehát te rossz helyen vagy, te spanyol körzetben vagy. Itt, mivel itt mindenki angol, itt már eleve a bankok is, tehát a hirdetés a bank oldalán simán angolul van kiírva. Van külön angol tájékoztató, ha bemész, és nem csak az angol, hanem itt a francia is erős, tehát itt meg a német. Mivel a hollandok tudnak angolul, így velük nem foglalkoznak külön, de a német meg a francia az külön, tehát egy bankba, ha itt bemész, akkor az ügyintéző ez mondjuk tud franciául, ez tud angolul, és akkor mindenki a kis saját ügyintézőjéhez megy. De itt sokkal gyakoribb. Alicantében ez nem meglepő, hogy nem tudnak angolul. És csak valenciául lehet feljelentkezni, meg spanyolul. Valenciano.
Valenciano. Képzeld el, tehát, és arra is meg kellett Tudom. fogadjak valakit, hogy az egész procedúrát levigy, és nincs az iskola oldalán semmi angolul kiírva, vagy Ezt valamilyen másik nyelven. nem tudjátok, de Úgyhogy... ezt nemrég vezették be kötelezően. Tehát a valenciai nyelv védelme érdekében a valenciano, az maga a nyelv, a valenciai nyelv az a valenciano. Védelme érdekében én nem is tudom, talán 1 vagy 2 éve vezették be, vagy valami ilyesmi. Tehát amikor kijöttem még, akkor nem volt, de most már kötelező minden iskolában. Tehát Igen, a fiam is tanulja. itt van mellettem egy angol magániskola, tehát angol tulajdonú, angol nyelv, Lady Elizabeth School, hát ezt mindenki tudja, nagyon híres iskola, nagyon drága is, és még ott is kötelező a valenciano. Tehát már nem kaphat, nem járhat úgy iskolába, hogy ne tanuljon. De nagyon elnézőek, nem tudom, még a te gyereked nem régóta jár iskolába, de itt az iskola olyan, hogy bemegy, és igazából, ha jelen van, akkor átment, úgymond. Tehát itt Igen, ez nem baj. jelentős a számon kérés. Tehát jó, itt Igen. vagy, nem baj, hogy a felét nem érti, meg nem foglalkoznak vele, hogy nem érti. Tehát ez így van, hogyha mondjuk jogosítványt akarsz, ez így van, ha a hajós igazolványt, tehát én ugye hajós vizsgákat csináltam. Nem érdekli őket, hogy nem érted esetleg a kérdést, és azért nem tudsz válaszolni. Nem tudsz válaszolni? Nem. De buktad, kész, ennyi. Tehát itt ezekben a vizsgákban így szigorúban veszik, elvárják, hogy tudjál spanyolul. A vizsgák spanyolul vannak, nem valenciánul. Mikor várod, hogy a férjed tud csatlakozni? Nem tudjuk. Tehát ez a most a több dologtól függ, ugye ő még dolgozik, mivel én Hogy még nem dolgozom. érinti ez a Brexit? Tehát, hogy most gyakorlatilag a papírmunka is teljesen más lesz. Most januártól, tehát ugye januártól az angolok kiléptek, de még ebben az évben volt egy ilyen átmeneti időszak, viszont most január 1-től teljes határzár, vámokat vezetnek be, ugye megállapodás nem volt, Igen, ezt hogy érint igen. titeket, amit onnan át kell hoznotok esetleg? Hát amit tudtunk, azt már mindent átcucoltunk. Aha. Most van még ott valamennyi, de az már nem olyan nagyon jelentős. Férjednek van jogosítványa? Nem, képzeld el, és nem is akar, pedig Nincs mondtam. jogosítványa? Nem, nincs. Ő Egyáltalán egy... nincs jogosítványa. Nincs. Nekem van, de én 25 éve, de én meg nem vezettem. Ez Letettem, problémás lesz. hogy Ez igen, problémás lesz tudom. Spanyolországban, még Alicante-ban is, hiába nagyváros, tehát ez komoly probléma lesz. Azért kérdezem, mert az angolok most ilyen gőzhengerszerűen nyomják azt, hogy a jogosítványaikat átváltsák spanyolra, mert ugye eddig senki nem foglalkozott azzal, az itt élő angolok megtartották az angol jogosítványukat, amivel az a probléma, hogy Angliában nagyon sokszor nem volt lejárati dátum a jogosítványom. Tehát egyszerűen volt, Nincs, igen. aki élethosszig Igen. kapta a jogosítványt. Nincs személyigazolvány, ugye, csak útlevél. Igen. És ezeket a papírokat most azok az angolok, akik úgy döntöttek, hogy itt maradnak, ezek most megpróbálják pótolni. Azért kérdezem, hogy ti ezzel a pótlással hogy álltok, mert van még 2 hétre, aztán ennyi. Igen, És hát én szerintem már elkezdtem. nincs időpont a hivatalokba. Nem tudom, azt én még megpróbálom átváltani. A férjem az országúti kerékpározó volt fiatalon, úgyhogy ő Londonban is napi 56 kilométert kerékpározik, munkahelyre oda-vissza. Várjuk a kérdéseket, Úgyhogy... lassan, lassan odaérünk a kérdésekhez, de itt valakitől láttam egy kérdést, ezt csak gyorsan elmondom, azt kérdezik, hogy ő mégis mivel foglalkozik, tekintettel, hogy ilyen gyakran költöztök. Ugye lehet, hogy a nézők félreértették, nem költöztek olyan Igen, gyakran. igen. Tehát Nem. kezdjük az elejéről, Nagyvárad. 10 évesen jöttél el. Igen, 11 évet éltem Nagyváradon, Ott aztán hogy születtél. igen, ott születtem, újrahonosítást kértünk, mert az én anyai nagyszüleim magyar állampolgárok voltak. Ez mikor volt, amikor eljöttetek? Még a forradalom előtt, után? Forradalom előtt egy évvel. Tehát akkor már innen a tévéből néztétek, ahogy Ceausescut Igen, kivégzi. igen, igen. És akkor én éltem Baján, 18 évet, és hármat Budapesten. Igen, csak a nézők kedvéért mondjuk el, hogy azért ez nem olyan gyakori váltogatás. Nem, nem, Tehát nem. Tehát 11 év 20... Nagyvárad, 18 év Igen, Magyarország, 22 év 18 év összesen Magyarország, 22 22, csak igen, két és helyen, akkor. és akkor 9 év London. De közben És volt New a, York. igen, a Budapest előtt volt ott egy 5,5 hónap New York. Ott mit csináltál? Ott én kimentem babysitternek. Aha, akkor 5 hónap azért az elég sok, nekem is 6 hónap Belgiumban elég volt ahhoz, hogy ugye az életbe bele Igen. tudjak nézni, hogy ott Igen. milyen. Hogy hasonlítanád össze egyáltalán az európai és az amerikai értékrendet? Mi más ott? Azt a számítva, hogy nagyobbak a kocsik, nagyobbak az utak, ezt nem kell elmondanod, ezt mindenki tudja. Igen. Hát, ugye mivel én gyerekekkel voltam sokat,
az nagyon feltűnt, hogy nagyon korán megtanítják nekik, hogy mik a jogaik. Tehát ő szólt, hogy ezt te így nem mondhatod, mert nekem ehhez, tehát és a szüleivel szemben is, hogyha például anyuka rászólt, kiabált, hogy na, csináld már meg a leckét, mennénk, vagy valami, és mondta, hogy ne kiabálj, mert az iskolában megmondalak a tanítónéninek. Szóval, és 3,5 éves Ú, volt, te és jó Isten! igen, Tehát a gyerekek feljelentik a saját szüleiket Amerikában? képzeld. És mondjuk egyrészt azt ugye nagy ország, sok minden van, és azt oké, és nagyon nagy az önbizalmuk, ami az is nagyon jó. De ugye én azt gondolom, hogy ott nagyon szabadjára lett ez engedve, vagy nagyon Túlzásba estek. túlzásba, igen. Vagy például. Mi még kaptunk pofont az iskolába a tanártól. Nem, hogy ezt Hát, elmondtuk volna otthon, hanem inkább nem volt semmi ma az iskolában, nem történt semmi ma, nem? Nem? Tehát ilyenek igen. a pörmös korszakból már kinőttünk szerintem. Tehát olyan nem volt, hogy vonalzó, és Igen. akkor a nézők közül talán még emlékeznek sokan, hogy volt olyan Igen. korszak is szerintem, akik a 60-as, 70-es években Igen. jártak. Mi a 80-as években már nem annyira kaptunk az én generációm, de milyen más még? Hogy látod Amerikában a munkához való hozzáállást? Tehát milyen volt beállni dolgozni? Ugye mivel én egy családhoz mentem, nekem így idézőjelben könnyű volt, tehát nem kellett keresgetni meg egyebek, viszont az nagyon érdekes volt, hogy ugye én babysitternek mentem ki, nekem két szakmám van, és az egyik az gyógymasszőr, a másik meg a ruhaipar, tehát a modelltervező szerkesztőként dolgoztam, és a családnak volt egy masszőrje. És na, elég súlyos pénzeket fizettek, hogy eljöjjön, és akkor ott minden. És tudták, mert ugye volt önéletrajzom, hogy én mivel foglalkozom, ugye mielőtt fölvettek. És olyan érdekes, és ezt egyébként becsülöm is, hogy soha nem mondták azt, hogy na, kipróbáljuk, hogy te hogy dolgozol, és hogyha tetszik nekünk, akkor helybe vagy, kevesebbet kell fizetni, nem kell, tehát sűrűbben elérhető vagy. Nem, tehát ők, akivel a masszázs részét ugye ők megoldották, vagy hát akit igénybe vettek, azt nem cserélték le, tehát ők azt megtartották. És erre mi volt az indok? Ő Érted? mondjuk amerikai volt, te meg külföldi, és ezért nem akartak cserélni? Nem tudom, ez így nem jött szóba, De de amerikai ugyanez. volt a másik? Nem tudom, mert én nem, ugye én a gyerekekkel voltam nagyon sokszor, úgy nem Nem tudom. érezted ilyen diszkriminációt, hogy mivel te külföldi Nem, vagy? nem, Nem. Tehát ott nem. sőt, nem, Itt sőt. Spanyolországban Ám, érzel ilyet? nem, és Nem vagy még én itt elég, nem vagy még itt elég régóta. lehet, de nem, eddig még nem tapasztaltam, nem. Sőt, inkább mindig mindenkinek bemutattak, hogy ő az új házvezetőnő, vagy a babysitter, vagy akár mindig hoztak, vittek. Amerikában, de nem Amerika. itt. Igen, De nem itt. Tehát azért mondom, nem. hogy most már elkezdtél dolgozni, vagy még csak most otthon vagy a gyerekkel? Nem. Hát nyelv nélkül, Igen. karanténban, tehát Azért két olyan mondom, hogy szakmám van, amit. igen, tehát egyelőre még nem vagy olyan interakcióban a helyi közössége. Ugye augusztus óta vagytok itt, akkor ez körülbelül 3,5 hónap. Ilyen friss tapasztalataid vannak még, de ezt elmondom a nézők kedvéért is, hogy majd nem azt mondom, hogy idegen gyűlölet, de van egy olyan mentalitás a spanyolokban, hogy vagyunk mi, spanyolok, és vannak a külföldiek. Barátságosak, mosolyognak, hátba veregetnek, de munkát azt nem fogsz kapni. Bizonyos helyeken. Tehát, mit tudom, hogy Mercadónában nem vesznek fel külföldit, azt hiszem, hogy az egészségügy is egy bizonyos szempontból ilyen ágazat. A gyógymasszőrség nem tudom, mennyire fog ehhez a kategóriához tartozni, de most szükség van mindenkire szerintem. Tehát most lehet, hogy lesz esélyed erre. Én nem annyira, ha adhatok ilyen tanácsot, nem annyira, én magam nem helyeztem hangsúlyt a spanyolra, amikor kijöttem, én maradtam az angolnál, és ugye egy olyan közösségben például itt, ahol mindenhol szinte angolok vesznek körül, itt sokkal hasznosabb az angol. Tehát nagyon nehéz megtanulni spanyolul, olyan szinten, hogy ezt elfogadják. Nem tudom, hogy nézted-e a múltkor interjút Ivettel, ő éveket töltött azzal, hogy spanyolul meg tudjon tanulni, bele akart kerülni ebbe a, nem tudom, Ivett, hogy most nézed-e, de most rólad beszélünk, ő bele akart kerülni ebbe a gyógyszerész látogató dologba. Tehát ott igazából inkább csak ugye a háttérszemélyzettel találkozol, nem közvetlenül a pácienssel, ott Igen. nem, talán azt mondanám, hogy ott nem kell annyira a spanyol, mert el tudod magyarázni, hogy ne ez a gyógyszer, mi, stb. Közvetlenül a pácienssel találkozni, spanyolul beszélni, ez egy kihívás lesz. Felkészültél erre? Vagy gondolkoztál ezen?
Gondolkodtam, de megmondom őszintén, hogy úgy vagyok vele, hogy kihívás, és aki dolgozni akar, bármit, bárhol is, annak mindig ki szokott alakulni valami olyan, amivel elégedett. Hát Tehát ez a pozitív hozzáállás, ez jó. én már annyiszor kezdtem előről, nulláról, ugye Bajáról, mikor felkerültem Budapestre is egy senki, tehát senki voltam, hiába tudták Baján, hogy én ennél a cégnél itt és itt dolgoztam ilyen pozícióban. Amikor felmentem Budapestre, senki nem volt hanyattesve tőle, hogy esetleg ez a tudásod megvan, vagy nincs. Tehát mindig nulláról kezdtem. Mikor Londonba kiköltöztem, nulláról kezdtem. Egy hotelba kezdtem dolgozni, reggelit csináltunk, mert bed and breakfast volt, aztán mentünk takarítani. Hát ez egy zsidó hotel volt, egy hónapig bírtam. Borzasztó történeteket tudnék mesélni. És Szerintem Angliából vannak ilyen történeteink, hogy a oda igen. kilátogató munkások, pincérek, éttermi dolgozók, hotel dolgozók, Igen. azért nem túl nagy megbecsülésben van részük, mondjuk így. És utána meg egy divattervező, esküvői ruha divattervezőnél dolgoztam 3 évig, ameddig el nem mentem szülni, és Ugorjunk én megint nem. Spanyolországba. Nézzük, hogy Igen. látod azt a dinamikát, amilyen az itteni élet. Hogy látod azt, ha ez alatt a 3,5 év alatt, pláne meg most így a lezárások alatt volt-e ilyen tapasztalatod, hogy ugye van siesta. Tehát ha azt mondod, hogy 2-kor jut eszedbe, hogy egy boltba menjél, vagy valamit intézzél, akkor nem. Mert akkor Nem minden van. zárva van. Ezt nem lehet megszokni, én azt mondom. Hogy nézni kell az órát, hogy most Papa ettől Noel éjszaka. már megszokta, Papa Noel már megszokta, hogy 2-kor az északi sarkra sem megyünk, mert csicsika És hogy 5 órakor valamit, és abba besuvasztani, hát ezt. És én azt hittem, hogy szombaton, azok a boltok, amik szombaton nyitva vannak, azok ezt nem tartják, de tartják. Azt hittem, hogy ott akkor hamarabb haza akar menni, és csinál egy rövidített, tehát hogy kiveszi a siestát, és mondjuk majd 4-kor. Nem, és ez borzasztó, Nem nagyon. tudom, nálatok, gondolom, Alicante nagyobb város, ott a posta, nálunk a posta is 2-ig van, és délután már ki se nyit. 2:30. Igen, 2-ig van a posta, és akkor 2:30. délután már ki se nyit, mert minek? Ha odaérsz a Igen. postára, ugye eleve minden sokkal később kezdődik, ezt mondom a nézőknek, hogy itt 9 előtt nem nagyon van élet, tehát a Igen. bolt is 9-kor kezd, Igen. tehát 9-től 2-ig nyitva lenni, az azt jelenti, hogy nem sok időd van a postára elmenni, Nem mondjuk 5 nagyon. óra hossza így. Igen, hát ez nehéz, ezt tanulom még, ezt tanulom még. Elmentem biopárszor, és meglepődtem, hogy zárva. Mi a hosszú távú tervetek Spanyolországban maradni, vagy esetleg, ha nem jön össze, és nem bírjátok megszokni ezeket a dolgokat, akkor Hát. fuera. Hát én már még egy ilyen költözést, amit most is tényleg lebonyolítani, 2 hét alatt összecsomagolni egy házat, és a gyereket, és papírokat intézni, és a kamiont, és egyedül repültem, és vártam, mondtam az uramnak, hogy jó, gondoljuk meg, mert én már nem nagyon akarok költözni. Hát nem tudom, én pozitív vagyok, attól eltekintve, hogy ebbe a helyzetbe belecsöppentünk. Én azt gondolom, hogy amit mondtam, tehát ha valaki az a típus, hogy szeret dolgozni, és bármi ilyen pozitív, vagy bármilyen, hogy is mondjam, esélye van annak, hogy ő dolgozhasson, valahol elindul, utána úgy is úgy alakítja idővel, ahogy az neki jó. Tehát én azt gondolom, hogy. Igen, csak amit én megfontolásra szoktam ajánlani, mielőtt valaki idejön, ugye ez a nyelvkérdés, ez nagyon fontos Spanyolországban, és vannak olyan részek, ahol nem fontos a spanyol. Tehát pont a kettő közé estetek, mert ha egy kicsit még tovább mész, Torrevieja, ha az megint angol többségű, itt fent megint angol többségű, Alicante és a környékén azok a kisebb részek szerintem az eléggé spanyol többség. Van egy-két ilyen rész, talán Granalacant, Santa Pola, ahol még van jelentősebb külföldi rész, de ott konkrétan Alicante belvárosa az teljesen spanyol. Meglátjuk, hogy sikerül. Nézzük a kérdéseket. Most körülbelül ott tartunk, hogy nagyjából fél időnél. Én visszalapozok, és elkezdem neked olvasni a Jó. kérdéseket. Kedves nézők, most lehet elkezdeni írni a kérdéseket egyébként. Tehát, aki már korábban beírt, Melinda Csonka, elkezdted mondani, hogy mögötted a karácsonyfa. Nem karácsonyfa van mögöttem, hanem a tegnapi videóban kicsomagoltam a bőröndet, és abba azt hittem, hogy egy abroszt kaptam. De nem, kiderült, hogy egy függöny. Tehát a függöny már fel is van rakva, és ez egy karácsonyfát szimulál. Tehát látszik mögöttem, hogy ez a függöny ez fel van rakva a karnisra.
az alján ajándékok, és most ez szimulál nekem egy karácsonyfát. Tehát ezt most tőlem kérdezték, de nézzük a kérdéseket. Edina Molnár, ezen az oldalon a főzés mint olyan nem létezik, ez inkább valami konyha performance. Ez még a korábbi dologra reflektáció, hogy neked az volt az első, amit megláttál. Igen, igen, furcsa ez. Olyan, mintha idegenek érkeznének a bolygóra, és először egy állatkertben szállnak le, és azt mondják, hogy a krokodilra, hogy úristen, hát ha ilyenek az emberek, inkább menjünk innen. Az első interakció mondjuk az oldalammal, van, aki abba esett bele először, hogy éppen felolvasást tartottam, van, aki a hamburgeres főzésben, ami igazából inkább egy burlesk volt. Tényleg mi indított arra, hogy megnéz még több dolgot? Tehát akkor ezek szerint volt valami potenciál abban, hogy na ebből még kisülhet valami? Nem, ránéztem, hogy milyen videóid vannak még, és akkor ja, megnézted a többit. Volt. Igen, és akkor elkezdtem nézni, és akkor mondom, a felolvasástól kezdve mindenig. Szeretem, hogyha érdekes és értelmes dolgokon lehet elmélkedni, és akkor a te videóid által, élőid által elég sok érdekes témát. Katalin Barta, végleg elhagytátok Magyarországot. De gondolom, ez teoretikus kérdés, mert ugye már 9 év London után, bár én is 10 éve élek, és még mindig van nekem is otthon azért. Igen, a férjem 22 éve él Londonban. Uh-huh. Tehát akkor Magyarországon maximum csak családi kapcsolat van, rokonok, ilyesmik, de más kötődés nem nagyon. Én nem tudnék már otthon élni. Mi és a... ugye mit számít otthonnak? Most már persze. Ezek után. Hát igen, mert ugye nagyvárad, igen, tehát, de egyik helyen se. Sokaknak fájó ez, vagy honvágyósak, és 3 havonta hazajárnak. Én nem vagyok honvágyós, a férjem se annyira. Persze hiányoznak helyek, barátok, események, tájak, de ez a morál és életfelfogás, ami zömében otthon működik, és az a millió, az egyszerűen nekem már nem felvállalható nap, mint nap. Gondolod, hogy ez változott az elmúlt évek során? Tehát olyan értelemben, hogy én is, ha a rendszerváltáskori önmagamra gondolok, most ugye ezeknek a zenéknek a kapcsán is egy kis ilyen nosztalgiával gondolok vissza, milyen volt az általános iskola, milyen volt a 80-as évek végén, még akár a rendszerváltás után is a 90-es évek nagyon legelején, fiatalként, gyerekként Magyarországon lenni, ebben nem láttam annyira rosszat. Gyerekként a szocialista rendszer bűnei sem látszottak annyira. Voltak dolgok, amiket nem szerettem, ugye voltak kötelező dolgok, mozgalmak, amiket részt kellett venni, voltak dalok, amiket meg kellett tanulni, gyűlöltem a ruszkikat, tehát ugye nálunk Debrecenben ott volt a repülőbázis, és én láttam menetelni őket az utcán, tehát engem már nagyon-nagyon korán megtanítottak, hogy ezek megszállók. Ezt nem tévesztettük el, de alapvetően az élet annyira nem volt rossz. Hogy látod, a politika változtatott most ennyit Magyarországon, az emberek változnak, vagy a rendszerváltás után a beömlő nyugati felfogás változtatott így, hogy most kicsit élhetetlenné vált az ország? Hogy látod? Én azt gondolom, hogy ugye minden területen, mind a társadalomban, mind így egyénileg mi is, és az ország is mindig változik. És ugye mi eleinte évente egyszer jártunk, vagy másfél évente haza, és megdöbbentő volt, hogy mennyire nincs változás. Tehát érted, hogy mondom? Tehát nem láttam semmi pozitívumot, nem láttam semmi, és ez annyira szomorú. És ez annyi, és a felfogásban is, tehát, és mikor mész a boltba, és tényleg tisztelet a kivételnek, de zömébe, a buszon, mindenhol, ezek a megsavonyodott, életunt, tényleg megkeresedett embereket látni, és ez szomorú. Én ez a hatás. Tudnék. Tehát ez a végkifejlet. De azért kérdezem, hogy szerinted ez mi okozhatta most a politika, az, ami miért az... Tehát gondold el, miért megkeseredettek az emberek? Most itt látjuk, hogy a nyugdíjasok itt hogy élnek. Majd erről próbálok külön videót, külön beszélgetést csinálni, de itt tudjátok, hogy a nyugdíjasok, mert ezt nagyon sokszor mondtam, étterembe járnak, elmennek ide, elmennek oda, tehát itt egyáltalán... Hello! Hello! Köszönöm, szedjek! Hello! Szia! Szóval itt a nyugdíjasok pontosan ugyanolyan aktív életet élnek, mint mondjuk előtte. Na most, ha ezt Magyarországra vetítjük, és azt mondjuk, hogy én pont most láttam egy cikket, hogy még mindig 300 ezer magyar nyugdíjas van, aki 100 ezer forintnál kevesebbet kap. Tehát ez azt jelenti, hogy kb. Olyan havi 250 euróban élnek, amiből itt egy albéletet nem lehetne kifizetni, nemhogy abból számlákat megélni, meg minden. Na most,
Én azt gondolom, hogy nagyon rossz a hazai helyzet, de talán nem biztos, hogy ez az embereken múlik, hiszen ha valaki ilyen körülmények között kell, hogy megéljen, bizony nem repes az örömtől mondjuk a buszon vagy az utcán, hogy akkor most mit csinál. Arról emberek nem tudnak azon gondolkozni, hogy most vegyenek egy könyvet, hogy művelődjenek, hogy elmenjenek egy színházba, hogy elmenjenek egy étterembe, amit itt megtehetnek. Még a szegényebb réteg is mindenképpen. Tehát ugye mennyi, te nem tudod ezt még, mert csak most jöttél, de itt igazából naponta, hetente van fiesta. Tehát aki tényleg valamiféle kikapcsolódásra, szórakozásra vágyik, vagy arra, hogy emberekkel legyen együtt, és tehát interakcióba tudjon velük lépni, itt nagyon sok ingyenes program is van. Tehát ami kimegy az utcára, vonulnak a mórok és keresztények, majd most januárban jönnek a három királyok, ott Alicantében is nagyon komoly felvonulások vannak. Igen. Ez nincs Magyarországon. Tehát ott mondjuk, ha az embernek nincs pénze, és nem tud elmenni moziba, színházba, vagy nem tud egy könyvet venni, akkor nem tud mit csinálni. Ül a panelba, néz ki a fejéből, és hajlamos vagyok inkább védeni egy kicsit azt az álláspontot, amikor az emberek ilyenkor megrogynak. Én azért csináltam például ezt a csoportot, ezt a problémák és megoldások csoportot, hogy nagyon fontos, hogy ott elmondjuk, most a vírushelyzet kapcsán nagyon sokan ki vannak készülve. Nem tudom, titeket ez hogy érint. Most eleve egy idegen országba úgy érkezni, hogy bezárva vagy, lehet, hogy ez téged is rosszul érint, de én azt hiszem, hogy nagyon sokszor kéne azon gondolkozunk, hogy pozitív üzenetek. Tehát ennek a beszélgetésnek is egy ilyen pozitív hangulatot szerettem volna, itt írják többen, majd ezt felolvasom, hogy örülnek annak, hogy te ilyen pozitívan gondolkozol a nehézségek ellenére. Én azt látom, hogy Magyarországon hiányzik ez a bátorítás. És én azt hiszem, hogy ezért felelős a felső vezetés. Tehát azt állami szinten meg lehetne oldani, hogy több pozitív üzenet jöjjön át mindenhonnan. Ezt hogy és az, hogy igen, és az, hogy a reklámok, amik mennek állandóan otthon, gyógyszerreklám, ilyen bon, olyan baj, ilyen hitel, olyan hitel, tehát mi ezekhez nem vagyunk hozzászokva, tehát Angliában ilyenekkel nem bombáznak téged, tehát tényleg a felfogás és a lehetőség. Ugye nem tudom, emlékszed, de kérdeztem, hogy mennyire összetartó, és hogy a magyarok egyébként nem összetartóak. Csúnya kimondani, de bárhova mennek, nem összetartóak. Persze van egy kis mag, ugye Amerikában is az 56-os magyarok csoportja teljesen más. Én találkoztam, én voltam olyan összejövetelen, ahol az 56-os magyarok még összejárnak, és azoknak az utódai, ugye a további generáció. De például Angliában is a magyarok kisebb csoportban esetleg összetartanak, de nem úgy, mint például a lengyelek vagy a szlovákok, akik lehet, hogy egymás alá egy kicsit szurka-piszka vagy valami, de ha munkahelyen össze kell fogni, nem érdekes, hogy mennyire szimpatizálok az én földimmel, de megvédem, és felveszem, és segítem. A magyaroknál ezt nem veszem észre, sajnos. Vigyázz, nem amikor tudom, beszélsz, mert zörög a mikrofon, tehát kicsit tartsd el, vagy valami, mert nem hallatszik, amit mondasz. Úgyhogy ez nekem most nagyon jó. Fájó pont. Ez nekem nagyon fájó pont. És azért is én szeretek aktív részese ez lenni nekünk egy is. Közösség. Igen, tehát egy ez aktív nekünk részese is. Amikor, lenni. Amikor beszélgettünk, ugye Ivett már hazament, de amikor beszélgettünk Szabolcsal egy korábbi interjúban, akkor ő ugyanezeket mondta, hogy nagyon nehéz olyan magyar ja. közösséget találni, és most még, te még csak most jöttél, de mi már tudjuk, én már 10 éve itt vagyok, Szabolcs még csak azt hiszem 3. Ők is ezt mondják, hogy ez egy idő után ez lesz a nehézség a dolognak. Olyan embereket találni, akikkel közös dolgokról tudsz beszélni, és úgymond nem vágnak alád, mondjuk üzletileg, munkában, barátságilag, akárhogy. Tehát a pozitív üzenetek nem a magyaroktól jönnek sajnos, külföldön sem. Úgyhogy ezt hát nézzük meg tovább. Kell teremteni. Nézzük tovább a kérdéseket, ne szomorkodjunk. Edina Molnár, te is olyan nehezen éled meg a magyar étel hiányát, mint a riporter. Hát erre én tudnék válaszolni, de most akkor válaszolj te. Nem. Én megmondom őszintén, hogy én itt, ahogy feltérképeztem a piacot, én mindent megtaláltam benne, a legalábbis eddig, amit én kerestem. Eddig még nem találtam olyat, ami úgy annyira nagyon hiányozna, és nagyon... Rendes tejföltúró, minden van? Bár mondjuk ti angol kajához vagytok szokva, tehát az megint teljesen. Onnan nem nehéz nem hiányozni. Én azért mondtam... Azért mondtam Edinának, hogy én tudnék rá válaszolni, mert aki Angliából jött, annak nem fog annyira hiányozni, mert ő már hozzászokott ahhoz, hogy akarja ilyen Angliában. Tehát onnan nem nehéz visszalépni. Igen, nem. Én találtam itt tejfölt, több márkát is, de én meg vagyok ezzel elégedve.
Nagyon rossz a tejfölük. Tehát, ha nem német boltba veszed, az semmit nem ér. De te tudod, én lehet, hogy máshogy. Igen. Én nem vagyok ez a nagyon konkrétan magyarhoz szokva, vagy hogy mondjam. Megint van egy kérdés, voltak-e nehézségek a beilleszkedés során Spanyolországban? Ugye ezt nagyjából kitárgyaltuk, van olyan, amit ki tudsz emelni, ami mondjuk extra nehéz volt, vagy ami mondjuk a legrosszabb mi volt az egészben? Hát ugye mivel, hogy ugye teljesen más a beilleszkedés úgy, hogy például munkahelyed is van, és nap mint nap találkozol helyiekkel, és más az, amikor ugye én még nem vagyok így aktív részese ennek a munkástársadalomnak. Például itt a lépcsőházba bármi problémám volt, lementem úgy, ahogy tudtam, elmondtam spanyolul amit, ha nem, vittem a telefont, lefordítottam például, és tegnap előtt is az áramszünet kapcsán mindent elrendeztem, és spanyolok laknak a házba, és nem volt gondom. Tehát nem érzem most így még, ami annyira extra nehézség lett volna. Az, hogy a hivatalhoz kell egy ember, aki ugye a fordítás és ugye mindent leközöl, de ez meg, ha elrendeződik, remélem, hogy aztán egy darabig már nem lesz gondunk. Addigra meg, mármint hogy az nyelvet is addigra már valahogy pöntjögni fogom, aztán majd meglátom, Olyan, hogy hogy nincs gond, Spanyolországban soha nem lesz. Valami mindig kell, valami mindig történik. A spanyolok azért nyugodtak, mert ők már ezt megértették. Tehát a spanyolok azért tudnak ilyen tranquilóba lenni, meg már nyárnában, mert rájöttek, hogy tök mindegy, mit csinálnak, sose lesz olyan, hogy minden rendben van. Ha ez rendben van, lesz az. De nem baj, ezt majd megtanulod. Ezt majd megtapasztalod. De tulajdonképpen ezt az érzést kell felvenni, hogy bármi baj is van, az igazából nem baj, valaki mindig jön majd segíteni, csak időnként időbe fog kerülni. Akkor én úgy veszem észre, hogy akkor a legnagyobb gondot ebben az egészben maga a költözködés, tehát a Herce utca jelentette, hogy mit egyelőre használtatok, igen. szállító céget, valami kamionos céget, vagy magatok kocsival hoztátok át a dolgokat, Nem, bár nem vezette. béreltem. Nem. Béreltünk egy fuvaros társaságot, aki ilyen költöztetéssel foglalkozik. Aha. Eljött, bepakolt, és itt megkipakolt. A nézők szeretnek ilyen zsebbe menő kérdéseket feltenni, akkor én most felteszem, körülbelül mennyi egy ilyen költöztetés Angliából, Spanyolországban, amikor egy házat így elköltöztetsz? Igen, én egy nagyon, a sógornőm, a férjem húga Edinburgh-ban él, és ő mut. Az messze van Londontól. Igen, és ő adott nekem egy elérhetőséget, hogy igaz, hogy ez a srác nem ezen az útvonalon csinálja leginkább az utakat, de kérdezd meg, mert nagyon jó árat mondott, és írtam neki, és kérdeztem, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy vállalja-e. És azt mondta, hogy igen. Hogy neki is van autója, de több külföldi fuvarost összefog, és kiadja a munkákat. És elvállalta, és nekem egy, Alvállalkozóknak. igen, és egy lengyel srác volt az, aki minket leköltöztetett, egy nagyon és hálás vagyok, mert annyira birka türelme volt annak az embernek, soha semmiért nem szólt, igyekeztünk mindent pakra, és Wifi 1000, kostet. igen, 1350 font. Azt most London, Alicante, Hát bepakolás, lepak. az ingyen van. Az ingyen van, Tehát ingyen van. én most el akarnék költözni mondjuk innen Alicantéba, szerintem nekem ez többe kerülne. Mondjuk nekem Nagyon rengeteg olcsó. cuccom van. Hát Ez nekünk nagyon is olcsó. nagyon egy 3 tonnás kis, te tudod, az Három a és fél kis pont. tonnás pistáról, Igen, igen, tudom. igen, 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 A igen. következő kommentelő azt írja, Katalin Bimbo, a hölgynek tetszik a pozitív hozzáállása, sok sikert kívánok. Tehát látod, én úgy Köszönöm. hiszem, a nézők is úgy értékelik, hogy azért alapvetően, amiről beszélgetünk, az pozitív. Van sok negatív tapasztalatunk, de én azt hiszem, hogy akik külföldön élnek, azoknak eleve azért élünk külföldön, mert már eleve volt egy ilyen pozitív hozzáállásunk, hogy majd itt is sikerülni fog. Igaz? Tehát amikor az ember külföldön megy, nagyon fontos, hogy legyen ez az attitűdje, hogy tök mindegy, hogy idegen ország, idegen nyelv, idegen kultúra, az ügyintézés is teljesen más lesz, de megcsinálom. Benned van ilyen? Igen, én az a típus vagyok, hogy megcsinálom, ha beledöglök is. Lehet, hogy menet közben kétszer-háromszor újra tervezek, vagy ABCT terv, de azért igyekszem. Közben bejelentkezett a férjem is az élőben.
Üdvözöljük! Az nagy részéről lemaradt, de vissza lehet majd nézni. Mondom a következő, Kati Balog. Pontosan a hölgynek igaza van, én 12 éve jöttem Olaszországba, ahol soha nem éreztem, hogy megkülönböztettek volna. Látják, hogy szeretnél dolgozni, akarod, segítenek. Én azonnal dolgoztam. Badante voltam, az nem tudom micsoda, házi betegápoló, ja, értem. Egy mukot sem tudtam olaszul, mindenben segítettek. Igen, volt egy ismerősöm Valenciában, aki egyszer csinált ilyen betegápolást úgy idősek mellé. Fiataloknak ez annyira nem ajánlott, mert, hát hogy mondjam, haldoklott a bácsi, és meg is halt aztán. Tehát egy fiatalnak nem való még ilyet látni. De te akkor gyógytornával foglalkozol. Masszázs, gyógymasszázs, és ugye ruha, ugye a divat. Fájdelekam, ezt megbeszéljük. Javul egyébként, javul már. Vettem egy ilyen gerinchajlító nyavaját, és akkor arra időnként ráfekszem, és akkor hogy kiúzódik így rendesen, tehát a görbülete megjavul, ugye kicsit most javult. Szerintem az elmúlt egy hónapban túl sokat feküdtem a kanapén. Lehet. Nézzük tovább a kommenteket. Anita, én épp azt akartam kérdezni, hogy van-e honvágyad, és már kaptam is rá választ. Tegyük fel úgy a kérdést, hogy van-e olyan vágyad, hogy bárhol jobb volt? Magyarország, New York vagy Anglia, ahhoz képest, ahol most vagy? Van-e honvágyad másfelé akkor? Hát én nem terveztem soha Angliába költözni, mivel én már voltam New Yorkban és hazaköltöztem, én azt gondoltam, hogy ha én megyek külföldre, akkor én Amerikába megyek. Persze annak is megvan a maga hátulütője, illetve hát volt, ami nem tetszett, de nem hiába mondják, hogy Amerika a lehetőségek országa. Én ott nagyon hamar, nagyon könnyen érvényesültem. Ez nekem nagyon tetszett. Lehet, hogy jó időben voltam jó helyen, de például nagyon hamar kialakult ott is. A szabad napomon én mindig jártam masszírozni. Tehát én Long Islanden éltem a családdal, de én Jerseybe jártam át, New Jerseybe masszírozni. Úgyhogy... Ez távolság azért. És igen, és elég sokat mentem, és hullapára mennyi az, az mennyi, vagy másfél óra metrózás minimum, nem? Hát ugye Long Islandről még bementem ugye a igen, központba a buszhoz, igen, az ugye volt 45 perc, és akkor még onnan 1 óra, 1 óra 10 perc, én Carteretre jártam. Akkor majdnem 2 óra, igen. Igen, ugye Newark után még, és akkor utána még kimentem, jó. Ugye dolgoztam elég hosszan. Tehát, de én azt gondolom, hogy ilyen szempontból, egyébként Londont is szerettem. Ha az időjárást nem nézem, és most az utóbbi másfél-két évben a közbiztonság nagyon megromlott. Melyik körzetben laktatok? Merre felé nagyjából? Ugye hát délre, London, északon Temzétől? Délkeleten laktunk, de közel a... Southend? Igen, tehát Greenwich alatt, ugye a nulla fok. A múltkor, amikor mutattad, nem is gondoltam, hogy ilyen közel van a nulla fok, hogy úgy húzódik le. Tehát ott is Greenwichhez nagyon közel laktunk. Én most keleten vagyok, te már nyugaton. Igen. Mert köztünk van a Greenwich nulla. Igen, igen. Jó, nézzük tovább. Anita, Gabi, akkor úgy érzed, Alicante lesz a végállomás. Majd mindig ilyen pozitív, látod, ő is pozitívnak értékeli. Sok szerencsét kívánok nektek. Na most, ezt már mondtad, hogy nem szeretnél költözni, de akkor én úgy módosítom Anita kérdését, hogy ha Alicante nem jön be, akkor tartományon belül esetleg gondolkoztok másik városban? Nem gondoltunk ilyenre. Ez, jó. Ez a költözés, ez még korai. Ez most egy... Igen. Ez még igen. Korai. Igen, igen. Egyelőre... Lajos, Luis Andrási, nagyon igazad van. De miben, Lajos, kérdezzél valamit, mert nem tudjuk, hogy nekem volt igazam, vagy abban, amit ő mondott, neki van igaza. Lehet, hogy nem ismered, Lajossal volt korábban interjú, ő is, csak ő Déniában lakik, tehát ő meg még éjszakabbra tőlem. Ő régebb óta lakik itt, mint én, tehát ő jobban tudja a dolgokat. Kati Balog, ez nagyon igaz, a magyarok nem összetartók, sőt, szerintem ezt minden ország, minden magyar közösség el tudja mondani. Zita Katalin Kardos, férjed mivel foglalkozik? Valami rövid információt lehetett tudni. Igen, erről. Azt mondta, hogy annyit mondjak, hogy modernkori, hogy mondják ezt, komornyik, butler, hát ilyen... Házvezetéssel foglalkozik. Házvezető, konciliéri. Igen. Konciliéri. Tudod, mi a konciliéri?
Na nézzük, Kati Balog, nem olyan túl nehéz a spanyol, meg fogod tanulni, sokat néz tévét, hallgass rádiót. Nagyon jó példa egyébként, én ezt azt hiszem egy korábbi videóban elmondtam, én a legelején, amikor kijöttem, még ez 2011-ben volt, annak is a legelején, ezt nekem is mondták, hogy nézzek tévét, mert abból meg lehet tanulni. Bekapcsolom a tévét, ugye itt digitális földi sugárzás van, tehát egy ilyen kis picike antennával is már azonnal minden jön, így van, minden földi csatorna, nézem, nézem, és ez csak jön egy, átjön egy ismerős, és azt mondom, te mit csinálsz, miért nézel a tévét? Hát mondom, tanulok spanyolul. Szóval, de hát ez valenciánó megy. Akkor még nem tudtam megkülönböztetni a castellanót a valenciánótól, tehát ugye a spanyol az a castellanó. Te meg tudod-e különböztetni? Tudod-e érted már a különbség? Aha. De, hogy tudom. Hát a fiam hazahoz papírokat, és mondja, hogy anya, ezt meg kell tanulni, át kell, és fél napot szótárazunk. Nem, nem. Tehát be van kapcsolva, megy. Ugye, mikor a fiamat beraktam óvodába, meg bölcsödébe, mi elkezdtünk szépen tanulni együtt. Na de hát egy gyerekkel, amit tudsz. Színek, számok, állatok, járművek, háztartási tárgyak nevei, gyümölcs, zöldség, tehát szókincs ezen a téren van. De a nyelvtan elengedhetetlen. Tehát én úgy ítélem meg, ezt akartam mondani, hogy az angol az teljesen olyan, hogyha csak simán egymás mögé rakod a szavakat, már megértenek. A spanyol nem ilyen. Igen. Tehát a spanyolnál a ragozás nagyon fontos, nagyon sok szó összeolvad. Yamate. Ugye a Yamar az azt jelenti, hogy hívni, a Yamate az azt jelenti, hogy hívlak. Így már összeolvad a két szó, és nem azt fogja mondani, hogy I call you, amikor angolul egymás után teszed egyszerűen, hogy I call you, I'm going to call you. Ugye lehetne fokozni nyelvileg, nem akarom most belemenni ebbe, de a spanyol elég bonyolult, és az a baj, amikor hozzád beszélnek így. Tehát sokszor, nekem nagyon sokszor volt olyan tapasztalatom, azt mondom a spanyolnak, nem értem, mondjad már egyszerűbben, és szóról szóra ugyanazt elismétli. És még csak nem is lassabban. Tehát én, ha valaki nem érti, amit mondok, mondjuk angolul esetleg nem érteni, megpróbálnám más szavakkal elmondani, vagy akár nem. A spanyol nem veszi a fáradtságot, ugyanezt el fogja mondani, akár, de birkatürelemmel háromszor is elismétli, készségesen, hajszál pontosan ugyanazokkal a szavakkal, és ezt nem fogod érteni. Nehezebb a spanyol. Én úgy ítélem meg. De a tévénézés tényleg jó, csak az a baj, nem tudom, észrevetted, de már spanyol tévét nézel, ezeknél minden este vetélkedő van. Minden este ordinári zene, ordibálás, tehát minden vetélkedőben ordítani fognak, minden vetélkedőben. Nem beszekszenek, csak ilyen a hanghordozásuk. Na, azt nem nagyon lehet érteni. Következő kérdés. Mindjárt lejár az időnk. Jaj, várjatok, valamit megnyomtam. Milyen tapasztalataid vannak, Edina, megint, milyen tapasztalataid vannak, hogy emberként mit adott neked, hogy milyen sok helyen éltél? Fedeztél fel esetleg pozitív, vagy akár negatív változásokat magadban? Igen. Tehát ugye te valószínűleg egy világlátottabb ember vagy, mint az átlag. Ez a nagyvárad, megélni azt a mélyebb elnyomást, ami ugye a szocialista rendszeren belül Romániában még mélyebb elnyomás volt, mivel magyar vagy. Aztán átjönni Magyarországra, aztán megélni New Yorkot, és megélni gyakorlatilag nem csak egy országon, megéltél egy szocialista nyugati különbséget, meg megéltél egy európai-amerikai különbséget is, meg megéltél egy kontinentális angol szigetvilág közti különbséget. Tehát ezek óriási különbségek. Igen, nagyon nagyok. Hát az biztos, hogy egyet megtanultam, hogy alkalmazkodni, figyelni, és kitartóan, hozzáállni pozitívan mindenhez, az biztos, hogy ez sokat segít. Illetve hát az biztos, hogy ebből nagyon sokat profitáltam. A nagyon érdeklődő típus vagyok, és amit érdekel vagy szeretek, annak nagyon a mélyére megyek. És ugye, mivel London is egy eléggé nagy kulturális központ, és tehát sok lehetőség van, tehát ezért hálás vagyok. New York is egy másik irányba. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyiket se bántam meg. Nyilván mindenhol voltak olyanok, amikor azt mondtam, hogy a fene megeszi, kellett ez nekem. De, amikor azt mondod, és Edina azt kérdezi, hogy mi az a változás, amit hozod az életedbe, akkor ezt úgy fordítom le, hogy a változás... megszoktad. Mivel annyi változás volt, azért megszoktad, hogy a változás az nem jelent rosszat, hanem felkészültél arra, hogy ezt a változást egy flexibilitással, tehát egy rugalmassággal tud kezelni. Úgy, mint most is a költözést. Így van? Igen. Jól értettem? Igen. Tehát a rugalmasság a legfontosabb, amit adott ez a sok világlátottság. Igen, igen. És azt, hogy gondolod, ember, hogy lehet... Ugye... Mondjad. Tehát, hogyha az ember úgy áll hozzá,
Persze jönnek pofonok mindenhonnan, de az ember úgy áll hozzá, hogy ez nekem menni fog, most mindegy, hogy milyen úton, módon, hány kanyarral, és szerintem az menni fog. Tehát ahhoz szerintem egy elhatározás kell nyilván, de szerintem ez leginkább hozzáállás kérdése is, hogy az ember hogy boldogul. Én azt akartam kérdezni, hogy a magyarok úgymond legendásan nem statikusak, tehát még a városok között Igen. sem igazán mozognak, külföldre sem annyira mennek. Azt ne keverjük össze, hogy az ember elmegy Egyiptomba, befizeti magát egy hétre vagy Görögországba, az nem külföld, tehát ott nem ismeri meg a külföldöt. Ezt egy korábbi videóban én is elmondtam, amikor a főiskola alatt ugye ezt a belga ösztöndíjat megnyertem, és 6 hónapig Belgiumban éltem. Hatalmas változást jelentett, mert nem csak Belgiumot ismertem meg, hanem mivel össze voltam zárva más nemzetekkel is. Igen. Úgy spanyolok ott is. Ott tudtam, hogy spanyolokkal focizni nem szabad. Soha nem passzolnak! Nyomorult! Add ide a labdát! Azok soha nem passzoltak. A belgákkal nagyon jó volt focizni, tehát itt már azonnal kijöttek a nemzetek közötti különbségek. Na most, hogy látod, az segíthetne esetleg Magyarországon, vagy a magyar mentalitáson, hogyha többet járnának az emberek úgy külföldre, hogy mit tudom én, mondjuk a fiatalabb éveikben elmennének, ahogy te is mondjuk elmentél egy fél évre babysitternek ide vagy oda, vagy az iskola az egyetem alatt elmennének külföldi tanulmányútra. Tehát ez segítene esetleg a Mindenképpen. szemléletmódváltáson. Mindenképpen. Én azt mondom, hogy mindenképpen. Mert annyi élményt lehet, annyi tapasztalást. Tehát, hogy az ember saját magáról is meg tud egy csomó mindent. Azt, hogy talpra esett, azt, hogy végig tudja csinálni, hogy... Mert ugye hát New York is, tehát több ezer kilométer. Tehát nem úgy van, hogy na majd... És nem volt mobiltelefon, de nem lehetett hazatelefonálni, hogy na figyelj anya, ez van, vagy az... Nem. Tehát ott magadra voltál utalva, és kész. Tehát, Kaptál egy üzenetet Szabolcstól, ugye ő na, is itt lakik. igen. Kék ég, jó idő, pálmafák, jó helyen vagy, Hát hajrá! igen, Ilyen köszönöm, köszönöm. És Szabolcsos. Csak fel akartam Nórának is, olvasni. igen, és Nórának is köszönöm, mert én privátban múltkor írtam nekik, mikor volt az élőjük, kérdeztem a Nórától egy pár dolgot, és köszönöm, mert tényleg annyira kedvesen, gyorsan reagált és válaszolt, úgyhogy köszönöm. Aliz Moravec, bátraké a szerencse, idővel minden jól fog alakulni, aki szeret dolgozni, az talál munkát bárhol is él a világban. Mi is készülünk, 9 év Anglia Brighton, itt lét után, nagyon vágyunk a napsütésre, már ilyen folytatódik, ez egy hosszabb. Hú, várjatok. Természetesen a nyelvtudás és a biztos megélhetéshez való kapcsolat nagyon fontos. Időben hoztátok meg a jó döntést, gondolok itt a Brexitre, nem jó Igen. kilátások várnak a jövőt illetően. Neked és a családodnak kitartást és sok szerencsét kívánok. Ugye ezt én így már satszoltam, hogy Angliából valószínűleg, Angliából is többen nézik a műsort, Igen. és de hasznosnak tartják ezeket a beszélgetéseket, mert azokat, akik már átmentek ezen, te vagy az első, aki Angliából költözött ide, ugye Ivet csak ott dolgozott, és aztán visszajött. Én azt hiszem, az angolok nagy része is bánja már ezt a Brexitet. Igen. És az ott lévő magyarok is nagy számban fognak talán most majd eljönni. Bár tudom azt is, hogy másik részük meg egyenesen letelepedési engedélyt kért és maradni akar. Te hogy látod, ha Angliában maradtatok volna, akkor meddig bírtad volna még esetleg azt, ami most következik? Gondolok itt a vámok Hát, bevezetésére, az utazási igen. korlátozásokra, hogy nem dolgozhatsz onnantól kezdve se itt, se ott. Tehát te kértél-e volna letelepedést? Vagy... Hát nekünk az megvan, tehát a settled státusz az megvan. A fiam angol-magyar állampolgár, én magyar-román, a férjem egyedül csak magyar, őt egy hajszál választja el az angol állampolgárságtól, úgyhogy nem tudom. Én nem zárnám le azt az utat úgy, hogy ugye a gyerek miatt, hogy egyetem, vagy akármi, vagy esetleg mi is. Nem, tehát nem mondom azt, hogy ha olyan jön, lehet, hogy azt mondom, hogy jó, költözzünk vissza. Kevés esélyt látok rá, mert kevés esélyt látok rá, de tisztában vagyok vele, hogy a gazdasági különbségek a két ország között elég nagy. Lehet, hogy Angliának 5 év lesz talpra állni, ezután, a Brexit után, lehet, hogyha egy nagy krak jön, vagy akármi, ne. Tehát nem tudom. Én nem Nem mondom öt év. azt, csak Öt de. évvel, 5 évvel csak a vírus vetette vissza az egész európai kontinenst. Az, hogy a briteket most kitették, és ráadásul megegyezés nélkül, Nélkül, illetve igen, ők ezt nem léptek ki, vártuk. ez óriási, ez beláthatatlan gazdasági következményekkel járt. Tehát a City az mindig is a pénzügyi világ központja volt. Még az Unión belül is hiába volt az angolok, ugye nem, az angolok nem csatlakoztak a monetáris unióhoz, ott nem vezették be az Igen. eurót, ők megtartották a fontot, mert azt gondolták, hogy az erősebb lesz. Na, ez most meg fog változni.
Ugye Már az bizony. összes uniós intézmény eljön onnan, azok a cégek, akik hitfőállásként használták Angliát a közös piac eléréséhez, azok mind vissza fognak onnan vonulni. Igen, Ugye azok igen. áttesznek valahova, Európába jönnek. A férjed, Béla Gere, Igen. most kommentelt, akkor az övét is felolvasom. Azt tegyük hozzá, hogy a költözködés még Igen. mindig folyamatban van, azóta is Igen. mennek a csomagok a DHL-lel, meg a férj is lemaradt. Igen. Ja, akkor majd, ha itt leszel, te is külön esetleg tartunk egy külön interjút. Éva Kajtos. Az élethez szerencse is kell, a hölgy fog találni munkát, mert nagyon jó a hozzáállása. Ez nem kérdés, csak felolvasom ezeket a pozitív... Ja, Lajos közben bekommentelte, hogy a magyarok összetartására mondta azt, hogy nagyon igaz. Igen. Hát akik itt vannak régóta, mind megerősítjük, hogy ez... Melinda Csonka, ha a hölgy beszél románul, akkor nem lesz nehéz a spanyol. Igen, ezt én is úgy vettem észre, hogy a románoknak sokkal könnyebben megy. Egyébként nekik sokkal erősebb közösségük is van itt. Tehát szerte láttam román boltokat, éttermeket, stb. Az ő nyelvük szerintem, mint ahogy a spanyol is, még az olaszhoz is közel áll. Tehát nekik ez az olasz-spanyol dolog, ez jobban fekszik. Te tudsz valamennyire románul a ragozás miatt, vagy a nyelvtan miatt könnyebb nekik? Vagy a szavak hasonlóan? Azt veszem észre, hogy az alap logikája, tehát igen, a ragozás, meg az előszavak, ahogy hozzáteszed, illetve ott is hím nem nőne, de ott a tárgyaknak legalább nincs. Tehát ott a személyeknek, de nem tudom. Ugye az a baj, hogy ugye én nem az a típus vagyok, aki megtanulja a nyelvtani szabályt, és akkor utána akkurátusan végigmegy az egészen, és akkor megtanulja, hanem én az a típusú ember vagyok, aki megtanulja a szavakat, van egy szókincse, és tudja az alapnyelvtant, a legalapabbat, és elkezdek beszélni. Tehát kézzel, lábbal elkezdek beszélni, tehát én, és menet közben hallom, hogy ja, ez nem jó, akkor kijavítom, vagy kijavítanak. Tehát, és mivel én már ugye rögtön kisgyerekként is ugye román-magyarral kezdtem, jött az orosz, én voltam az utolsó generáció, amit ugye Romániában is az orosz, meg még Magyarországon is pont azt kellett befejezni, nekem de is. utáltam. Én Jaj, is. De utáltam. Na, Gyűlöl. Mindegy. És akkor még az angol, szóval azt gondolom, hogy mivel így több nyelvhez van egy kicsit közöm, így összekeverve is, de valahogy talán könnyebb lesz. Csak rá kell jöjjek egy logikára benne, amit jól vagy van. sajátomnak érzek. Az interjú vége felé tartunk, egy kicsit már túl is léptük az egy órát, nem szoktam általában többet, mint egy órát, mert ugye ez már nehezen visszanézhető az emberek számára. Most búcsúzásul, akkor mondjál nekem, még nagyon kevés ideje vagy itt ahhoz, hogy ezt tudd, de ezt meg szoktam kérdezni mindenkitől. Mondj egy dolgot, amit nagyon szeret Spanyolországban, és mondj egy dolgot, amit nagyon nem szeret Spanyolországban az eddigi tapasztalataid alapján. Az eddigi alapján. Mi az, amit nagyon szeretsz? Egy dolgot, ami így rögtön az eszedbe jut. A rögtön? Azt, hogy itt soha senki nem rohan. Jó, mi az, ami nagyon rossz? Tehát itt nem láttam rohanó embert. Mi az, ami nagyon rossz? Azt szeretném, ha ugyanezt mondanád. Mert ez nagyon rossz. Állandóan minden bánjánál, állandóan soha nem csinálnak meg semmit. Ha azt mondja, 11-re jövök, akkor fél egykor még nincs ott. Igen. Igen, ez, hogy nincs a szavuknak hiteles. Igen, tehát az nincs konkrétum, nincs térbeli, időbeni konkrétum. Amikor igen, azt mondod, hogy nincs a szavuknak hitele, ők ezt nem úgy értékelik. Tehát ha azt mondja, hogy 11, ő nem hiszi el, hogy te elhiszed, hogy 11-et gondol. Ezt kell megérteni. Tehát amikor ő neked 11-et mond, a spanyol az automatikusan tudja, hogy jó, majd valamikor a nap folyamán jön. És nem készül. Tehát én is a magyar mentalitással, és ugye egyáltalán ezzel a mérnöki precizitással hozzám van az ember szokva, hogy ja, mindjárt kapom a kommenteket, hogy persze azért kések mindig az élőadásokkal mi. De ugye hozzászoktunk ezzel a precizitáshoz, hogy azt mondják 11, akkor várom, hogy 11-kor. Semmiképpen ne számítsál erre. Tehát ha jónak érzékeled azt, hogy nem rohan senki, majd meglátod ennek a rossz oldalát is, de legyen jó felfogás ennek a dolognak. Jó, búcsúzóul üzensz valamit a nézőknek, azoknak, akik mondjuk hasonlóan hozzád szeretnének Angliából átjönni, mit tanácsolsz? Nagyon gondolják meg, és jó szervezzék meg előre. Tehát ez, hogy 2 hét alatt összecsomagolok, és így ugrok egyet, ez így nagyon tömény volt. Tehát jó szervezzék meg. Én nekem pozitív. Tehát a gyereket beíratni az iskolába, az is nagyon gyorsan
könnyen ment, sokkal egyszerűbb, mint Angliába, vagy az ismerősöm most költözött Szardíniára pont velünk egyszerre Londonból, és nekik is sokkal nehezebben ment a bürokrácia, mint nekünk. Tehát vannak itt kanyarok, meg útvesztők, de azért én azt gondolom, vagy szerencsénk is volt, hogy azért kiforogta magát. Én azt gondolom, hogy aki világot akar látni, vagy nincs megelégedve, vagy nem igazán érzi jó magát a bőrébe, igenis váltson. Egy életünk van, aztán ennél jobbat kitalálni, hogy tengerpart, pálmafa, és a nyár az nyár, az annyira rossz nem lehet. Tökéletes végszó. Köszönjük köszönöm a nézők nevében is, köszönjük, hogy itt voltál. Tőled most ezzel búcsúzunk, én még maradok egy kicsit, csak előbb tőled köszönök el. A nézőktől én majd még később fogok, tehát én még egy kicsit beszélni fogok. Én is a saját magam és a nézők nevében sok sikert kívánunk ez a kezdethez. Reméljük, a férjed minél hamarabb ki tud jönni, és akkor együtt boldogultok. Köszönöm Köszönöm, és szépen szép mindenkinek, estét! szép Szia! estét, sziasztok! Jó, hát ennyi volt az interjú. Én azért akartam mindenkit, tehát azért törtük magunkat azon, hogy ezt a technikai akadályt elhárítsuk. Nem akartam az interjút ezzel megzavarni, de a végén elmondom, hogy egy nagyon ostoba Facebook beállítás volt. A telefon nem engedélyezte a mikrofont, és így maga a Facebook sem engedélyezte ezt az egész beszélgetést. Sikerült ezt megjavítanunk, bepótoltuk, és reméljük, hogy hát most már ugye elkezdődött javába otthon a kijárási tilalom. Ha nem volt más néznivaló, akkor remélem jól szórakoztatok. Én most ezzel búcsúzom tőletek. Melyiket válasszam, és ezzel. Tehát miután én letettem, nekem ez fog következni. A karácsonyfa és Papa Noel. És Papa Noel-el együtt szép estét kívánunk nektek. Reméljük. Reméljük, hogy nincs hang. Nincs hang. Akkor csak elköszöntem. Olvassátok le a számról.